Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai kedesti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Visszatekintés a Makói Önkormányzat 2022-es testületi üléseire. 2,7 milliárd forintból épül kerékpárút térségünkben. 143 éve született Homonai Nándor fotós. A 2022-es esztendő Makóváros önkormányzatát is komoly kihívások elé állította. A képviselőtestület igen jelentős, a város jövőjét komolyan befolyásoló döntéseket hozott meg a rendes, illetve rendkívüli ülések alkalmával. A költségvetés megszavazásától kezdve a 200 millió forintos tartalékkeret elkülönítésén át az energiaválságra reagáló intézkedés csomagig rengeteg téma előtérbe került. De ilyen volt például a 220 millió forint összegben útjára indított Makó Segít program is. Ezekből a döntésekből láthatnak a következő percekben egy összefoglalót. Farkasév Erzsébet polgármester a tavalyi év első testületi ülésén hangsúlyozta, a 2022-es költségvetés összeállításakor a stabilitást és a felelősségvállalást tartották szem előtt. 5 milliárd 745 millió 834 ezer forintból fog gazdálkodni városunk. Ha a pályázatokkal bevételi kiadási főösszeg tekintetében, hogyha a pályázatokkal együtt tekintünk a költségvetésünkre, intézményeinkben található pályázati forrásokkal együtt, akkor 16 milliárd 526 millió 368 ezer forintból gazdálkodik 2022-ben Makóváros önkormányzata. A következő márciusi ülésen bemutatásra kerültek azok a látványtervek, amelyek alapján egy újabb beruházásról döntött a grémium, arról, hogy a Csanádvezértéren egy gyors étterem épülhet meg. Emellett az is kiderült, hogy több mint 100 millió forintos önerőt biztosít Makóváros önkormányzata a Hagymatikum gyógyfürdő fejlesztésének beruházására, és 9 millió forinttal támogatják a településen működő egyházi közösségeket. Május hónapban az egyre bizonytalanodó gazdasági helyzet okán a városvezetés egy 200 millió forintos biztonsági tartalékkeretet különített el, így felvetődött annak lehetősége, hogy néhány még el nem kezdett beruházás tolódhat a városban. A nyári szünet előtti utolsó rendes ülésen a kórház főigazgatója hangsúlyozta, az intézményben is hatalmas humán erőforrás átszervezésre volt szükség ahhoz, hogy kezelni tudják a megnövekedett nyomást a COVID-helyzetben. Dr. Hadik György képviselő, aki sebészként teljesít szolgálatot, megerősítette dr. Kallai Árpád szavait. Érezzük a törődést, azt, hogy átlátja a vezetés a problémánkat, és próbál segíteni rajtunk. Ugyanezen az ülésen az ipari parkkal kapcsolatban elhangzott. 2019-ben két lépcsőben mintegy 400 millió forintból fejlesztettek. Megtörtént a teljes körű közművesítés, számos cégnél pedig kapacitásbővítő fejlesztések történtek. Lázár János országgyűlési képviselő hozzátette, az üzleti alapú működésen kell gondolkodni a jövőben. A miniszter kiemelte, tekintettel a világgazdasági tendenciákra fontos, hogy megfontolt és józan költségvetést állítson össze az önkormányzat. Soha nem látott recesszió előtt áll a világ, tehát azzal kell megbarátkoznunk és arra kell fölkészülnünk, és ezért kell az összefogást és az együttműködést és a közös gondolkodást erősítenünk, hogy könnyen lehet, hogy az előttünk álló időszakban gazdasági viharok, turbulenciák előtt állunk. A közös utazás, amelyet folytatunk, biztos, hogy turbulens időszakoktól terhelt lesz, és egy nehéz időszak áll legalábbis az első 2-3 évben előttünk. A grémium júniusban éppen ezért egy 330 millió forintos tartalékkeretet különített el. A háborús infláció és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt Farkas Éva Erzsébet polgármester az augusztus végi ülésen kiemelte, az egyik legfontosabb feladat a nehéz helyzetbe került makói polgárok védelme. Emellett elmondta, hogy újra kell tervezniük, valamint a fenntartásuk alá tartozó intézmények költségeit csökkenteni kell. Ezért néhány épület nyitvatartását szüneteltetik. Arról is született döntés, hogy energetikailag több létesítményt is korszerűsítenek. A képviselők többségéhez hasonlóan Mágor András József és Cirbus Gábor is támogatták a javaslatokat. Teljes mértékig támogatom a meghozandó intézkedéseket, érdemes tudni, hogy bár a lakosság nagyobb részét megmenti a rezsinövekedésétől a kisebb cégeket a magyar kormány, amit nagyon köszönök, de teljesen érthetően a nagy energiaigényű önkormányzatok a cégeket nem tudja kivonni az orosz-ukrán háború okozta energiaválságban. Úgyhogy sajnos csak saját magunkra számíthatunk, és azt szeretném, hogy az önkormányzat ki tudja fizetni a számlákat,
Azt szeretném, hogy a kötelező feladatok működjenek, a rászorultaknak tudjunk segíteni, de a végén még fizetőképesek vagyunk, tehát ne kelljen extra források után nyúlnunk, mert ebben a nehéz helyzetben elég kilátástalan bármi ilyesmi próbálkozás, úgyhogy ezt a telet így kell kihúznunk. Én azt mondom, hogy most jelen pillanatban ezeket az intézkedéseket, hogyha meghozzuk, nyilván látjuk, nem lesznek népszerű intézkedések, de viszont előre kell menni és előre kell tekinteni. Ebből aztán utána, hogyha a lehetőségünk lesz, nyilvánvalóan vissza fogunk tudni jönni. Én bízom benne, hogy minél hamarabb vissza fogunk térni a rendes, normális életünkhöz. Itt azért kockázatot vállalt a polgármester ezzel a javaslattal, amit mi osztozunk ebben a kockázatban, akik meg fogjuk szavazni ezt a határozati javaslatot, de mindenki vésse az eszébe, hogy a kockázata milyen, az esetleges nyereség az meg a közé. Novemberben a kisposta ügye is terítéken volt, hiszen a Magyar Posta ZRT bejelentette, hogy 210 településen szünetelteti idéglenesen 366 postahivatal működését az energiafelhasználás csökkentése érdekében, ezek körébe pedig a makói is beletartozott. Ebben a makói önkormányzat nem nyugodhatott bele, és ahogy polgármester azt is mondta, kéréssel, illetve levéllel fordult a új vezérigazgató úrhoz, hogy annak fejében tulajdonképpen, hogy minden nemű ottani költséget, a rezsiköltségtől a dolgozók munkabérén és járulékán keresztül minden egyes költséget átvál a makói önkormányzat arra az időszakra, amíg ez a válság időszak fennáll, hogy újra kinyissák a makói kispostát. Az év végén a városvezetés megvizsgálta a költségvetést és azt, hogy a különböző intézmények működésének szüneteltetése mekkora megtakarításokat jelentett. Decemberre világossá vált, hogy a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó állami támogatásokat az önkormányzat két részletben normatívaként visszakapta. Mindezeknek köszönhetően lehetőség nyílt arra, hogy a városvezetés átalakítsa és kibővítse a támogatási rendszert. Ez 5 lépésben realizálódott. A 18. életévüket be nem töltött makói fiataloknak, gyermekeknek, illetve fiataloknak szeretnénk 10.000 forintos támogatási keretet eljuttatni még december hónapban. Természetbeni juttatások közül a szociális rendeletünkben elsősorban a tűzifa támogatása volt a makóiak részéről nagy igény. A megnövekedett tűzifa igény miatt 20 millió forinttal javasoltam, hogy indítsunk el új tűzifa beszerzést, és ezt is támogatta a képviselőtestület. Hozzám is eljutottak olyan információk, hogy vannak olyan mikrovállalkozások, amelyek a rezsiköltségek miatt gyakorlatilag szüneteltetni kénytelenek a vállalkozásaikat. Nekik szeretnénk egy 50 millió forintos támogatási rendszert indítani. A polgármester hozzáfűzte, még korábban a 2022-es költségvetési rendelet elfogadásakor rendkívüli települési támogatásokra 7 millió forintot különített el a testület, majd a nehéz helyzetre való tekintettel ezt 30 millió forintra emelték, a decemberi döntés értelmében pedig 60 millió forintra változott ez az összeg. A határozat az időskorúakra is kiterjedt, a 65 év felettieknek 15.000 forint értékű vásárlási jutalványokat osztottak szét a képviselők. A 2023-as esztendő első testületi ülése február végére várható, ahol a grémium legfontosabb napirendi pontként a költségvetést tárgyalja majd. Megkezdődtek a Csanád-Palota-Pitvaros-Mezőhegyes közötti kerékpárút Csongrád-Csanád vármegyei szakaszának előkészítő munkálatai. A 2,7 milliárd forintos beruházás egy újabb fontos mérföldköve annak a célkitűzésnek, hogy egy egybefüggő bicikliút rendszer épüljön meg térségünkben, valamint az egész vármegyében. Csongrád-Csanád vármegyében már az elmúlt időszakban is igen sok kerékpárút épült, de a hálózatba rendezés elve nem mindig érvényesült, hiszen általában egyénileg a települések pályázhattak ezekre a forrásokra. A vármegyei önkormányzat elkészített egy kerékpáros koncepciót, melynek alapja eleve egy hálózati terv. Ennek egyik már megvalósult szakasza például a Szegedet Sándorfalván keresztül Ópusztaszerrel összekötő bicikliút. Hamarosan térségünkben is megkezdődhetnek a Csanádpalotáról induló, Pitvaroson átfutó, majd Mezőhegyes irányába tovább haladó kerékpárút építési munkálatai. Gémes László, a Csongrád-Csanád vármegyei önkormányzat elnöke televíziónknak elmondta, ezzel egy újabb fontos szakasz kerül majd pótlásra. A beruházás még az előző időszak operatív programjának egyik utolsó projektje. Az akkor tervezett költségvetését sajnos ugye a tavalyi évben lévő energiaár és egyéb építőanyag árrobbanások nagyon felülmúlták, tehát így maga a
a beruházásnak a teljes költségvetése az már 2,7 milliárd forint volt, amely ugye már tartalmazza azt, amit a kormány külön biztosított többlet támogatást erre a projektre, hogy megvalósuljon, ami a 1,66 milliárd forint többlet forrás a Délút Kft. A kivitelező, aki meg is kapta tavaly ősszel a munkaterületet, és igazán a munkaterületen el is kezdte azokat a fajta tevékenységeket, amit itt a késő ősz vagy a tél folyamán el lehet végezni. Itt beszélünk ilyenről, hogy lőszervizsgálat, terület előkészítés, akkor a közműveknek a kiváltásának a munkáit elkezdték. A megyei közgyűlés koordinálása mellett Csanádpalota és Pitvaros önkormányzatával konzorciumban bonyolítják le a beruházást. Perneki Lászlótól megtudtuk, Csanádpalotán már az összes előkészítő munkával végeztek, márciusban meg is indulhat a fizikai kivitelezés. A polgármester elmondta, fontos szempont, hogy Mezőhegyes is elérhető lesz a jövőben kerékpárúton. Mezőhegyes azért mindenféleképp a környező települések közé kiemelkedik, az utóbbi időben történt fejlesztések miatt is, de úgyis egy olyan kisváros, aminek óriási múltja van, és óriási rengeteg épülete van, ami egy része a világörökségnek is a része. Én úgy gondolom, hogy Mezőhegyesre kimenni mindenféleképp szükséges lesz, illetve úgy gondolom, hogy különböző csoportok fognak majd ezen részt venni. Elsősorban iskolásokra gondolok, nyugdíjasokra gondolok, és a baleset veszélye teljesen elhárul, mert tulajdonképpen az út testtől teljesen külön épül meg a kerékpárút. A településen a főút mentén Pitvaros felé haladva a jobb oldalon fog megépülni a 2,3 méter szélességű aszfaltburkolatú kerékpárút. Mint megtudtuk, a nyomvonalat a tervezési időszakban módosították, ebből kifolyólag magánterületeket kellett mind a két önkormányzatnak megvásárolnia, többek között emiatt is csúszott a kivitelezés megkezdése. Radó Tibor pitvarosi polgármester rávilágított, hogy a falu vezetésének milyen más feladatai adódtak a beruházás kapcsán. Pitvaros ebből a szakaszból körülbelül középen található, ezért is fontos, hogy minél hamarabb megépüljön. Nagyságrendileg egy ilyen 3,5 kilométeres szakasz érint bennünket, és hozzávetőlegesen 860 millió forintos költségvetést kaptunk erre, támogatást. Csak Pitvaroson közel 100 millió forintot tesz ki az, hogy az ivóvízhálózatot a nyomvonal mentén kicseréltettük. Nagyon régi, 65 éves azbestcement csövekben van a település többségén az ivóvízhálózat megvalósítva, és ezeket most modernebb KP1-csőre cserélték a beruházásban. Ezre nagyon nagy szükségünk volt, próbáltunk eddig is hasonló beruházásokat, de sajnos csak kisebb léptékűeket megtenni. Most a kerékpárút miatt hosszabb szakaszon sikerült a főgerincet és a bekötéseket kicserélni. A tervek szerint szeptember végéig el fog készülni a szóban forgó kerékpárút, így még ebben az évben át is adják majd a forgalom számára. Gémes László, a vármegyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta, egy top pluszos projektben az ópusztaszeri szakasz folytatását is hamarosan elkezdik megtervezni Felgyő irányába. Így a vármegyei nagyvárosok kerékpárút összeköttetéssel rendelkeznek majd a kis településeken keresztül. Makón baptisták, római és görög katolikusok, reformátusok, valamint evangélikusok imádkoznak az egységért január 15-e és 22-e között az ökumenikus imahét keretében. A nyitó istentiszteletet Baranyi Bozi Károly görög katolikus segédlelkét celebrálta a vasárnapi napon. Az imahét anyagát ezúttal az Egyesült Államokban működő Minnesotai Egyházak Tanácsa által kijelölt keresztények csoportja választotta és dolgozta ki. Bibliai mottója az Ézsaiás próféta könyvéből vett idézet: tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra. A makói programsorozat első állomása a baptista imaház volt. Szappanos Lajos lelkész elmondta, mindig nagy örömmel várják az imahetet, hiszen akkor tudnak találkozni a más gyülekezet tagjaival. Jézus egy egyházat alapított, és mi ezt az egyházat az idők folyamán darabjaira szedtük, apró részletekre szedtük, de azt világosan kell látni, hogy mi mindannyian Istennek, ugyanannak az Istennek a gyermekei vagyunk, aki elküldte hozzánk az egyszülött fiát, hogy elhozza a békességet és a szeretetet közénk. És lehet, hogy mások az élethelyzeteink, lehet, hogy különböző
a lehetőségeink, de mégis szeretettel, tisztelettel tudunk odafordulni egymás felé. Az ökumenikus istentiszteleten Baranyi Bozi Károly hirdetett igét, akit szintén jó emlékek fűzik az imahéthez, hiszen mindig lehetőséget kap arra, hogy szolgálatait a más felekezetű lelkészekkel közösen valósítsa meg. Kitért arra is, hogy milyen szemszögből közelítette meg az imahét üzenetét. Fel fogom hívni arra a tényre a hívőknek a figyelmét, hogy az Isten az a szabadságnak az istene, az örömnek az istene, és hogyha elveszítjük a kapcsolatot a szabadságunkkal, és megkeseredünk az életnek a mindennapi robotjában, küzdelmeiben, akkor nem fogunk tudni só és fény lenni a környezetünk számára. A hét további részében egészen szombatig esténként 17 órakor lesznek istentiszteletek Makón. Minden alkalommal más gyülekezetbe várják a híveket. 143 éve született Homonai Nándor fotográfus, aki a fényképezőjén keresztül egy teljesen más perspektívából látta Makót és az embereket. A székely származású művész munkássága és üvegnegatívjai fontos szerepet játszanak irodalom és várostörténeti szempontból. Homonai Nándor 1880. január 16-án született Székelyudvarhelyen. A mesterséget Kolozsváron tanulta ki, majd 1904-ben a Hagymavárosban telepedett le és alapított családot. Ugyanebben az évben megkezdi fotográfusi tevékenységét, és rövid időn belül ő lesz a város legközkedveltebb fényképésze. Népszerűségét az is bizonyítja, hogy műtermi munkáján túl fontos városi események hivatalos megörökítője lesz. Továbbá sokat dolgozik a vármegyének, újságoknak és egyéb kiadványoknak. Szakmai sikere anyagi gyarapodást is jelent. 1915-ben a Deák Ferenc utca 3 szám alatt nyitotta meg új korszerű műtermét, amely egyben a családi otthona is volt. Forgó Géza történész egy korábban adott interjúban kiemelte stábunknak, hogy a mesternek nem csak várostörténeti szempontból volt fontos szerepe. Olyan fényképeket készített, amelyek magyar irodalom történetben is rendszeresen felhasználtak és ismertek. Gondolok itt a József Attila fotóiról, vagy éppen a Juhász Gyula, Móra Ferencről készült képeiről, amelyeket a közismertek, mondjam úgy, az irodalom szerető közönség körében. És hát ezeknek a fényképeknek az eredeti üvegnegatíve, hisz akkor még nem filmre fotóztak, nem is memóriakártyára, hanem üvegnegatívra készültek a képek. Ezeknek az eredeti a Makói Múzeum gyűjteményében megtalálható. Homonai Nándor jó technikával dolgozott, és látásmódjával kiváló portrékat készített, amelyekkel az emberek meg voltak elégedve. Nem utolsó sorban sikerének a titka is volt, hogy nagy népszerűségnek örvendett, mivel közösségi ember volt. Homonai Nándor 1927-ben váratlanul elhunyt. A Homonai műterem egyben megmaradt üvegnegatívei nagyságrendjét és irodalom történeti jelentőségét tekintve egyaránt országos értékűek. A József Attila Múzeum részére 16.616 darab üvegnegatívot gyűjtött be dr. Péter László 1951-ben. Ezeknek a digitalizálása 2014-ben történt meg és vált kutathatóvá Halász Tamás jóvoltából. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Visszatekintés a Makói Önkormányzat 2022-es testületi üléseire. 2,7 milliárd forintból épül kerékpárút térségünkben. 143 éve született Homonai Nándor fotós. Kedves nézőink, ne feledjék el! Ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd a Hét Híre című hírháttér magazinunkat láthatják. Műsorra tűztük a Társalgó című színes kulturális magazinunkat, valamint egy megemlékezést tekinthetnek meg dr. Tóth Ferencről, a legmakaibb makairól. Végezetül pedig a Csókai Uradalom című dokumentumfilm következik. Kedves nézőink, ez volt a január 17-i keddesti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel. Tartsanak velünk akkor is, én mára búcsúzom önöktől. Kellemes estét kívánok, viszontlátásra!